Remélhetőleg mindenki érti ennek a videónak a célját, és a végére meg fogja érteni, hogy miért fontos az, hogy megtudjuk, ki is pontosan Izrael napjainkban. Azt tudjuk, hogy ki nem Izrael, hiszen egy dolog biztos, az pedig az, hogy az ellenség az egész föld kerekségét megtévesztette, szóval amit nekünk mondanak, az biztos, hogy hazugság, azon kívül minden más lehetséges. De kezdjük is el, és kezdjük rögtön a Wikipedia-nál. Az Ashkenazi bejegyzésnél ezt olvashatjuk. Az Ashkenazik az európai zsidó közösség tagjai, akik anyanyelvükként a jiddis nyelvet beszélték, leszármazottaik a teljes zsidó népesség több mint 80%-át teszik ki. Az Ashkenaz kifejezés a középkori héberből származik és Németországot jelenti. A kora középkorban az Ashkenazi vagy német zsidóság törzs területe a Német-Római Birodalom, Észak-Franciaország, a Rajna völgyében jelentős közösségük élt. A keresztes háborúk idején keletebbre kényszerültek vándorolni, a zsidóknak a nyugat-európai államokban történő 13.-11. századi kiüzetését követően a lengyel-litván területekre helyeződött át központjuk. A 19. században az askenázi zsidóság elsősorban az orosz fennhatóság alatt álló lengyel területeken, az osztrák-magyar monarchia legnagyobb részén, Németországban, Észak-Franciaországban élt. Ez pedig már az Encyclopædia Britannica askenázi bejegyzés, ahol arról beszélnek, amit az előbb olvashattunk a Wikipédián, nagyjából megegyezik a vélemény. A kifejezés maga Ashkenazi, és a többes számú formája ennek Ashkenazim, ez pedig Ashkenazból, Németország héber nevéből ered. Azon zsidó közösségek tagjait jelenti, akik Franciaországban, illetve Németországban éltek, mielőtt keletebbre vándoroltak volna. Ez a közösség alkotja a mai úgynevezett zsidóság 80%-át, és saját nyelvezetük van, úgy mint a jiddis, a héber egyik formája, és saját rituálékat fejlesztettek ki. Ez különbözteti meg a másik nagy csoporttól, a Sephardiktól, ugye ez a Spanyolországban élő zsidó közösség elsősorban. A létszámuk mintegy 11 millióra tehető manapság. Ez encyclopedia.com Ashkenaz bejegyzés, ahol többek közt azt tudhatjuk meg, hogy az ashkenazi kultúra és ennek a tradíciói az Észak-Franciaország és Németországból származik. Később terjedt Lengyelország, Litvánia irányába, és a modern időkben a világszerte elhelyezkedő zsidó közösségeket foglalja magába. Kezdjük is el, akkor nézzük meg, hogy mit mond az írás. Először is 11 millióra fogunk koncentrálni, ugye? 11 millióan vannak világszerte ezek az emberek. Ez pedig Bereshit, 15-ös fejezet, 5-ös vers így szól, és kivivévit is mondta, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod, és mondta neki, így lészen a te magod. És hitt Jahuának, és tulajdonítatik az ő neki igazságú, azaz ez Jahua ígérete Ábrahámnak, hogy annyi lesz a leszármazottainak száma, mint az égen a csillag. 22-es fejezet, ez ismét Jahua és Ábrahám párbeszéde. 15-ös vers, és kiállt a Jahua angyala Ábrahámnak másodszor is az égből, és mondta, én magamra esküszöm, azt mondja Jahua, mivel hogy e dolgot cselekedéd, és nem kedvezél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, hogy megáldván megáldalak téged, és bőségesen megsokosítom a te magodat, mint az ég csillagait, mint a fövenyt, mely a tenger partján van, és a te magod örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját.
Láthatjuk azt, hogy a 11 millió az alig ha felel meg ennek az ígéretnek, és vajon akkor mikor fog ez beteljesülni, ha még mindig nem a másik az, ami a 18-as versben van, és megáldatnak a te magodban a Földnek minden nemzetségei, mivel hogy engedtél az én beszédemnek. Hol van a Föld megáldva ezen emberek által, akik ma Izraelben élnek? Bereshit 26, 4-es vers, és megsokosítom a te magodat, mint az ég csillagait, és a te magodnak adom mind ezeket a földeket, és megáldatnak a te magodban a földnek minden nemzetségei. Ez ugye már az ígéret Jitzáknak, vagy Izsáknak, mivel hogy hallgatta Ábrahám az én szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és törvényeimet. Szóval megtartotta a törvényét, ezért megsokosította, mint az ég csillagait 11 millió aligha, annyi, mint az ég csillagai, ez az egyik. Nézzük tovább. Ez már a Tourist Israel weboldal. A bejegyzés pedig meleg Tel Aviv kezdőknek. És így kezdődik maga az írás. Izrael kétségtelenül a legnagyszerűbb ország a Közel-Keleten meleg és leszbikus emberek számára. Itt nem csak turizmusról van szó, hanem életről, erről beszélnek. Ehhez hozzájárul még az, hogy a melegek szolgálhatnak az izraeli hadseregben, és az izraeli kormány évtizedek óta azon dolgozik, hogy a társadalmi egyenlőséget garantálja az LMBTQ emberek számára. Ezen közösség körében Tel Aviv az első számú célállomás. Ha már a teremtő törvényeiről beszélünk, és arról, hogy Ábrahám betartotta azokat, nézzük meg, hogy mi az, amit még megtudunk Tel Avivról. Arról írnak, hogy Tel Aviv éjszakai élete általánosságában véve is az egyik legnagyszerűbb a világon. Ugye maga az éjszakai élet is egyenlő az erkölcstelenséggel. Ezen kívül különösen igaz ez, amikor a meleg intézményekre, illetve lehetőségekre gondolunk. Itt megtalálható heti rendszerességgel rendezett meleg partik, ezen kívül külön bárok és klubok szolgálják ki az LMBTQ közösséget. Az egyik legismertebb az Evita Klub, ami a Rothschild vagy Rothschild sugárúton vagy bulváron van, és ez a legöregebb meleg bár Tel Avivban, ami 7 nap rendelkezésre áll a héten, ezen kívül számtalan másik klub található még meg a Tel Avivi éjszakai életben. Az éjszakai élet az nem az egyetlen dolog Tel Avivban, ami ezt az utálatosságot vonza, ugyanis ugyanez megy a tengerpartokon is. Az egyik ilyen központ az a Hilton szállodának a partja, ahol ugyan megfordulnak heteroszexuális emberek is, azonban általában melegek azok, akik ezt látogatják, és itt szocializálódnak, flörtölnek, és mindenféle erkölcstelen dolgot folytatnak. Ha ez nem elég, Tel Aviv az egyetlen ország, ahol a meleg felvonulást megrendezik a Közel-Keleten, és ez az első hétvégéje júniusnak, ekkor még vadabbá válik a parti élet Tel Avivben, és tavaly, ugye ez a cikk, nem tudom mikor íródott, de mindegy, és azt írja, hogy tavaly 100 ezer ember vett részt ezen a felvonuláson, külföldiek és izraeliek. Tel Aviv polgármestere volt az, aki megnyitotta ezt az eseményt. A rendelkezésre álló partik száma ilyenkor drámaian megnövekszik, és az egész műsor még vadabbá válik, ezt másodjára mondják el nekünk. A legnagyobb nehézség ebben az időszakban az, hogy melyik partit válassza az ember magának. Ez pedig már az izraeli meleg felvonulás, ahol e világ istenének kiválasztott népe ünnepli a világot és magát tulajdonképpen, ha valaki azt gondolja, hogy ez a nép azonos azzal, akiknek megígérte, hogy amennyiben az ő, azaz Yahuwah a teremtő törvényi szerint élnek, visszaviszi őket a földre, akkor az nem érti a valóságot, de nem csak a valóságot, hanem valószínűleg problémák vannak a fejében is. Ez még egy normál, átlagos társadalom által is el volt utasítva ez a fajta viselkedés egészen napjainkig, nemhogy a teremtő erkölcsi rendszere alapján.
Ez pedig már a The Times of Israel 2017 júniusból, ugye ez közvetlenül a felvonulás után, és arról számolnak be, hogy több mint 200 ezeren vettek részt ezen a felvonuláson, és 30 ezeren ezek közül külföldről érkeztek. Azért, hogy ünnepeljék a szabadságot és a toleranciát a világ legmelegbarátabb városában. Ez Vaikra 18-as fejezet, 22-es vers, férfiúval ne hálj úgy, mint asszonya hálnak, útállatosság az. Semmiféle barommal se közösülj, hogy azzal magadat megfertőztessed, és asszony se álljon meg barom előtt, hogy meghágja őt, fertelmesség az. Egyikkel se fertőztessétek meg magatokat ezek közül, a fentiek közül, az összesből, amiről beszélt eddig. Miért? Azért, mert ezekkel a ma pogányok fertőztették meg magukat, akiket én kiűzök előletek. Mi a következménye? Az, hogy fertőzötté lett az a föld. De meglátogatom azon az ő gonoszságát, mert ki okádja az a föld az ő lakosait. Ezek mind-mind parancsolatok. Hogy folytatja? Tartsátok meg azért ti az én rendeléseimet és végzéseimet és az utálatosságok közül semmit meg ne cselekedjetek, sebenszülött, se köztetek tartózkodó jövevény. Akkor hogy lehet, hogy ezek az emberek ott élnek, azt mondják, hogy ők ennek a teremtőnek a kiválasztott népe, és semmibe veszik azt, amit ő mond. Ez Vaikra 20-as fejezet, 13-as vers, ha valaki férfival hál, úgy, mint asszonya hálnak, utálatosságot követtek el, mindketten halállal lakoljanak vérük rajtok. 22-es versben így folytatja, tartsátok meg minden rendelésemet, minden végzésemet, és azokat cselekedjétek, hogy ki ne okádjon titeket az a föld, amelybe én viszlek be titeket, hogy ott lakjatok. Ne járjatok annak a népnek rendtartásai szerint, amelyek kiűzök én előletek, mivel hogy mindezeket cselekedték, ezért megutáltam őket. Hogy lehet akkor, hogy Izrael nem hogy azt csinálja, amit a világ, hanem a világ meleg fővárosává válik, nyíltan terjeszti ezt az utálatosságot, ennek ellenére azt hiszik, hogy őket Jahua vitte vissza arra a földre. Erre azt mondhatnánk, hogy ez mind az Ószövetség, ez már ránk nem vonatkozik. Nézzük azt, hogy a rómaiakhoz írt levélben mit ír Saul, 13-as versben. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Azaz ébredjetek fel, fogjátok fel végre az, hogy mi az, ami történik a világban, és hogy hova tartunk, és milyen időben élünk. Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Nem csak azért, mert az idő telik, hanem azért, mert felfogták és megértették, hogy miről van szó. Az éjszaka elmúlt, azaz eljött az igazság, a másiák eljött, megmutatta az utat, ezért elmúlt az éjszaka, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit. Azok, amikről beszélni fog, azok a sötétségnek cselekedetei. Öltözzük fel a világosság fegyvereit. Efézusiak 6. 10. verstől leírja, hogy mik azok a fegyverek, amelyeket fel kell öltöznünk. Nézzük, hogy mik a sötétség cselekedetei. Ahhoz ugye nem kell egy géniusnak lenni, hogy az ember kitalálja, hogy a sötétség az nem egy pozitív referencia. Sötétség egyébként skotosz, annyit tesz, mint sötétség, homályosság, vakság, szédülés, tudatlanság, vagy titokzatosság, és árnyékból ered ez a kifejezés. Szóval a tudatlanságról beszél, és a homályosságról, arról, ahogyan az emberek nem értik, hogy mi az igazság. Mi nem a világ igazsága, ami most megy Izraelben, mi Jahua igazsága. Nézzük, mik ezek. Mint nappal. Ékesen járunk, nem dobzódásokban, részegségekben, bujálkodásokban, feslettségekben, nem versengésben és irítségben. Hát egy meleg felvonulás, vagy a Tel Aviv éjszakai élet, ami állandóan megy, soha nem áll meg, ahol annyi parti van, meg annyi bár, hogy az ember nem tud választani, akkor az hogy lehet a teremtő népe? A dobzódás egyébként komosz, Dionysos ünnep, mulatozás, dorbézolás, tivornya. A részegség az meté és a szeszes ital fogyasztásra utal, a bujálkodás, azt valószínűleg mindenki megérti, de hogy té, lefekvés, ágy, házasság, házas, ágy, együtthálás, közösülés, ebből a szóból ered, aminek az a jelentése kemáj, hogy lefeküdni valakivel, vagy lefeküdni úgy általában, erről beszél. A feslettség pedig a szelgeja, szemtelenség, arcátlanság, kicsapongás, féktelenség, bujaság.
Úgyhogy fel kell, hogy merüljön a kérdés, hogyha ezt írja Saul a rómaiaknak, akkor hogy lehet az, hogy ezek az emberek és az egész világ elhiszi azt, hogy ma Elohim kiválasztott népe él azon a földön. Nézzük, mit ír még Saul, ez rómaiakhoz első fejezet. Mert nyilvánvaló Elohimnek haragja a mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen. A hamisság természetesen jogtalanság, igazságtalanság, igaztalanság vagy gaztett. Természetesen a Tora megszegésére utal. Hűtlen, engedetlen, nem hívő. Kik az igazságot hamissággal feltartóztatják, az igazság aletheia, igazság, igazmondás, őszinteség, valóság vagy való. Ez Jahua szava, mert ami az Elohim felől megtudható, nyilván van ő bennük, mert Elohim megjelentette nekik, kinek a világnak. Mert ami Elohimben láthatatlan, tudnillik az ő örökkévaló hatalma és igazsága, a világ teremtésétől fogva, az ő alkotásaiból megértetvén megláttat, úgy, hogy ők menthetetlenek. Azaz mindenki, aki él ezen a földön, láthatja abból, ami létezik a világon, hogy ezt valaki teremtette, és aki nem fogadja ezt el, az ez ellen lázad. Ezek az emberek mindannyian a világon, tudniuk kell, hogy van egy teremtő. Nézzük, hogy mi az, ami a következménye ennek a viselkedés formának. Annak okáért adta őket Elohim tisztátalan indulatokra, mert az ő asszonyaik is elváltoztatták a természet folyását természet ellenesre. Hasonlóképpen a férfiak is, elhagyván az asszony néppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésüknek méltó jutalmát elvevén önmagukban. Még egy figyelmeztetés Saultól a végén, kik jól lehet Elohim végzését ismerik, azaz tudja mindenki, hogy ez egy utálatosság, az egész világ tisztában van a Tórában, mindenki tudja, hogy ez elfogadhatatlan. Sőt, nem csak, hogy aki tisztában van a Tórával, ez a természetnek ellent mond, ez az utálatosság. Hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, nem feltétlen most, hanem az ítéletkor, mégis nem csak cselekszik azokat, hanem az aképpen cselekvőkkel egyet is értenek. Azaz nem kell, hogy mi ezt csináljuk, elég, hogyha részt veszünk ezen a felvonuláson, vagy egyet értünk vele, vagy pedig azt a társadalomban terjesszük, mint egyenjogúság, ahogy olvashattuk Izraelben. Ez az aberrált viselkedés, ami terjed a világban, a nyugati, úgymond fejlett civilizációból kiindulva, ez egy büntetés a teremtőtől. Ő az, aki ezekre a tisztátalan indulatokra az embereket odaadta. Hiszen az emberiség elfordult tőle, így ő is elfordult tőlünk. Ezért néz ki úgy a világ, ahogy kinéz. De térjünk vissza Ashkenazhoz egy pillanatra. Ez a New World Encyclopedia Ashkenazi bejegyzés. Azt tudhatjuk meg, hogy Franciaország területéről terjedtek el ezek szerint, ez szerint a leírás szerint az askenázi zsidók, és innen vándoroltak Németországba, Lengyelországba, Oroszország, Magyarország és Kelet-Európába. Mára 80%-a a zsidóságnak askenázi zsidó. Ez a populáció vagy népesség a Közel-Keleten kezdődött. Onnan indult ki, és később vándorolt aztán ugye Közép-Európába, illetve Nyugat-Európába is, onnan vissza keletre. 800, illetve 1000 környékén érkeztek meg Észak-Franciaországba erre a területre, ahonnan később elvándoroltak. Jiddis nyelvet beszéltek, és a hébert csak alkalmanként használták, ezen kívül a rabbinikus hagyományokat, a judaizmust, illetve a babiloniai talmudot hozták magukkal, mint kultúrát. Azt, amit a farizeusok hirdettek, mikor a Mássiák eljött, hogy megmutassa, hogy mi az igazi út. Ez ugyanaz a hagyomány, amit ma ők követnek, ami ellen a Mássiák harcolt 2000 évvel ezelőtt. Ha már itt tartunk, a babiloniai hagyomány, ami jellemző a rabbinikus judaizmusra, arra, amit ma Izraelben
láthatunk, az a Talmud tanításain alapszik. A bagdadi kalifátusban ezek a zsidók, akikről most szó van, átvették a pénzügyi hatalmat úgy, hogy az ebben a szektorban elhelyezkedő állásokat elfoglalták, és aztán ezeket megtartották Askenázban, az pedig már kiderült, hogy Askenáz a mai Németország. Így irányítják a világot. Ezek aztán a vándorlásaik során ugye eljutottak nyugatra, és magukkal hozták a rabbinikus judaizmust, illetve a babiloniai Talmud tanításait. 800-ban aztán letelepedtek Észak-Franciaországban, pontosabban az Alpok északi részén. Itt aztán ugye ugyanazt a szabadságot élvezték, mint a Római Birodalomban, és számos ezek közül a zsidó, úgymond zsidó kereskedők közül a pénzügyben, a kereskedelemben helyezkedett el, és itt uzsorával, illetve kölcsönnel foglalkoztak. Mivel a keresztény hagyományok azok bizonyos foglalkozásokat tiltottak így, mint például az uzsorát és a pénz kölcsönadását, ezért a zsidók korlátozódtak bizonyos gazdasági aktivitásokra, és ez volt a kereskedelem, az üzleti menedzsment, illetve a pénzügyi szolgáltatások. Ha a szokásokat, a törvényeket és a tradíciókat megnézzük, akkor látjuk, hogy ezeket összességében zsidó vallási törvénynek neveznek. Ebbe beletartozik a Tora, vagy a bibliai törvény, azonban hozzácsatlakozott később a Talmud tanításai, illetve a rabbinikus judaizmus hagyományai és tradíciói. Akinek kétsége van, efelől Askenáz Németországnak felel meg ma, ide vándoroltak el, meg fogjuk nézni, hogy honnan, és aztán innen terjedt el ez az egész tradíció. Ahogyan meg lehet őket különböztetni, az az, hogy a Tora és a Talmud tanításait követik. Az úgynevezett zsidóság fogalom az, ahogyan azonosítják magukat, ez ugye, ahogy említettem, a Tora, illetve a Talmud, azonban a modernizáció következtében mára ez nem csak ezt az ortodox irányvonalat foglalja magába, ugye, ami a babiloniai hagyományokon alapszik, hanem az úgynevezett hasidizmust is, ez pedig egy másik fajtája az idézőjelbe tett zsidóságnak, amely a 18. század körül alakult ki, azért, mert úgy gondolták, hogy ez az ortodox judaizmus, ez túlságosan száraz és elvesztette a spiritualitását, és anti-misztikus lett. Ezért a hasidizmus igyekezett visszatéríteni ezeket a hagyományokat a judaizmusban magában, már azonban a kettő teljesen egymásba olvadt. A mai zsidóság az öröklődést, a vérvonalat az anya vonalán számolja, illetve azt követi, azaz aki egy zsidó anyától származik, az zsidónak született. Ez teljes mértékben ellentmond nem csak a 66 könyvnek, de a Torának is. Nézzük meg villámgyorsan. Több példa is van erre, az egyik ezek közül Bamidbar 36-os fejezet, mely így szól, és ha Izrael fiai közül valamelyik más törzs fiaihoz mennek feleségül, a lányok, elszakasztatik az ő örökségük, ami atyáink örökségétől, és oda csatoltatik az annak a törzsnek örökségéhez, melynél feleségül lesznek, a mi örökségünk pedig megkisebbedik. 8-as vers, és minden lány, aki örökséget kap Izrael fiainak törzsei közül, az ő atya törzsebeli háznéből valóhoz menjen feleségül, hogy Izrael fiai közül ki megtartsa az ő atyának örökségét. De egyébként szerintem lehetetlen is kihozni azt, hogy a nő vonalán számítódjon, hiszen soha nőt meg nem említenek a vonalban, legalábbis nagyon ritkán. Például 12-es versben így szól, a Jehuszef vagy József fiának, Manassé fiainak nemzetségéből valókhoz mentek vala feleségül, és lőn azoknak öröksége az ő atyuk nemzetségének törzsénél. Azaz soha egyetlen egyszer arról nincsen szó, hogy a nő vonalán öröklődne a vérvonal. Nem fogom végigolvasni, de Matiyahu Máté 1-es fejezet ezt egyértelművé teszi, hogy még a brit hadasában, a megújult szövetségben sem a nő vonala számít Jehusa Hamásiáknak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv, és végig-végig felsorolja a férfiakat.
Láthattuk, hogy 11 millióan vannak az askenázi zsidók, egyébként 80%-át teszik ki a zsidóságnak, és csak a fele ezeknek Izraelben él. Ennek ellenére hagyományosan vezető szerepet játszanak a média, a gazdaság és a politikai életben Izraelben. Feszültségek alakultak ki a két csoport között. Az egyik csoport az az askenázi elit, amely családok alapították Izrael államát, a Rothschild és a Rockefeller és ezek, és a később odavándorolt nem askenázi csoportok között. Azt is megtudhatjuk, hogy jelentős történelmi, illetve társadalmi eredményeket értek el az askenázi zsidók, és egy aránytalanul nagy számú akadémiai díjat nyertek, úgy mint a Nobel-díj, vagy a Fields medál, amit matematikában adnak ki. Azokban a társadalmakban, ahol szabadon lehet a munkaerőpiacra belépni, azokban a társadalmakban nagyszerű eredményeket érnek el szakmákban, különösen a kereskedelem területén, ahová ugye a felsőoktatási végzettség szükséges. Jelentős hozzájárulásaik megnyilvánulnak az irodalom, a gazdasági vezetés, illetve a művészetek területén is. Azaz, ahol szabadon lehet garázdálkodni, a gazdaságot tulajdonképpen ők uralják, és ezen kívül még a társadalmat is megváltoztatják az irodalom és az úgynevezett művészetek segítségével. Ez egy újságcikk a thescientist.com weboldalról, és a genetikai gyökereit taglalja az askenázi zsidóknak. Ugye az általánosan elfogadott elmélet az az, hogy az askenázi zsidók a Közel-Keleten kezdték meg pályafutásukat, és aztán itt tömegesen átkonvertálódtak, vagyis áttértek a judaizmusra a Khazar királyságban, ami a Kaukázustól északi régióban helyezkedett el Európa és Ázsia között a 7. és 11. század környékén, és aztán miután a vezetőik és a nép átért erre a vallásra, utána vándoroltak Európába. Helyzet az, hogy ez a cikk aztán belemegy abba, hogy a anyai ágon ők nem a Khazaria területéről származnak, hanem Európából. Végül is ez teljesen mindegy, hiszen az öröklődése a nemzetségnek az nem az anyai ágon származik, úgyhogy innentől kezdve maga a cikk haszontalan. Az azonban mindenképp érdekes, hogy megemlítik azt az álláspontot, amit a kutatók egy része elfogad, hogy a Khazar királyságból származnak a mai askenázi zsidók. Ha már ugye a Nobel-díjakat megnéztük az előbb, míg 2%-át teszik ki az amerikai népességnek az askenázi zsidók, 27%-át az Amerikai Egyesült Államok Nobel-díjainak ők nyerték, és az egy negyedét a Fields medálnak, amit ugye matematikában osztanak ki, 25%-át az ACM Turing díjnak szintén ők nyerték, és fele a világ sakkbajnokainak ők, valamint a 8%-a a 100 legjobb sakkjátékosnak szintén askenázi zsidó. A Westinghouse tudományos tehetségkutató programjának az egy negyede szintén askenázi zsidó. Albert Einstein szintén askenázi zsidó volt, ezen kívül a Cambridge Egyetemen ugye az Ivy League tanulóknak a szám 21%-a, ezen kívül a 23%-a a leggazdagabb amerikaiaknak askenázi zsidó, a 38%-a az Oscar nyertes filmrendezőknek, és 29%-a az Oslo díjazottaknak askenázi zsidó. Így lehet, hogy mindenki érti, hogy hogyan alakult át a babiloniai Talmud, a Kabbala, a Mishna, a Zohar és a keleti miszticizmus mára tudományá, és kik voltak azok, akik ezt elterjesztették a világban. Ez pedig már jewishvirtuallibrary.org, judaizmus askenázi bejegyzés, mely arról számol be, amit már tudtunk eddig is, hogy askenáz az emberek és egy ország, mely ugye a mai Örményország területéről indult, illetve az Eufrates északi részéről. Ez bár a Sheet, vagy 1 Mózes 10,
Második fejezet. Jáfet fiai, Gómer, Mágog, Mádáj, Jáván, Tubá, Mesek, Tirász. Gómer fiai pedig Askenáz, Rifát, Togarma. Szóval Askenáz az Gómer fia, Gómer pedig Jáfet leszármazotta, azaz nem Sém. Tehát nem lehet semita, vagyis antiszemitizmus nem vonatkozhat ezekre az emberekre, hiszen nem Sém leszármazottai, hanem Jáfet leszármazottai. De látjuk azt is, hogy a mai Németországra mondják azt, hogy Askenáz, azért, mert az a népcsoport, aki Örményországban élt, illetve az Eufrátesz északi részén kezdetben ekkor, amiről most szó van, elvándorolt onnan Európa felé, hiszen Jáfet leszármazottai népesítették be Európát, Afrikát, Hám leszármazottai, Sém leszármazottai pedig azt a területet, melyet ma Közel-Keletnek nevezünk. Ez a kifejezés Askenáz, Jáfet egyik leszármazotta, egy északi nép, pontos meghatározása bizonytalan. Eredete jelentése ismeretlen. Egyesek szerint Bithynia értendő alatta, míg mások felhívják a figyelmet, miszerint a középkorban a Yahudim vagy a zsidók így nevezték Németországot, így azokat a zsidókat is, akik a Rajna vidékéről származnak. Azért nevezték így Németországot, mert ezek az emberek oda vándoroltak. Ezért mondja azt, hogy egy északi nép fontos meghatározása bizonytalan. A nép vagy a terület, úgy mint Izrael a nép, vagy Izrael a terület. Ugyanúgy Askenáz ez a nép, aki itt született, aztán elvándorolt oda, és így azt a területet annak nevezték. Így az, aki ma askenázi zsidó, az nem Sém leszármazottja, hanem Jáfet leszármazottja Gomer révén. Így képzelje el mindenki a területet. Hám elvándorol Afrikába, Jáfet északra vonul, míg Sém megmarad ezen a területen. Nyilván azt ahhoz meg kell érteni, hogy ami itt most Sidon, vagy a mediterrán tengernek a keleti része, ez az, ahonnan kiindult az élet. Itt kezdett Jáfet, Sém és Hám együtt élni. Innen vándorolt nyugatra Hám, Afrikába, Jáfet északra, Sém pedig maradt ezen a területen. Úgyhogy ha ez alapján megvizsgáljuk ezt az egészet, amit eddig olvastunk, láthatjuk, hogy ha Jáfet északra azt írta, hogy ugye Askenáz az Eufrátesz északi része, illetve Örményország, ez pontosan itt van a Fekete-tengertől keletre. És a Kaszpi-tengertől nyugatra. Ez az a terület, amelyről beszélünk. Gomer leszármazottai erre vonultak. Askenáz itt kialakult, aztán innen vándorolt tovább Európába. Természetes, hogy Jáfet eljut a Fekete-tenger déli részén, ugye a mai Törökországon át, utána Európába, azonban így keveredik az össze. De ennek semmi köze nincsen Sémhez. Az, hogy a Közel-Keletről származik, az evidens, hiszen mindenki a Közel-Keletről származik, mivel itt indult el az élet. Hogyha megnézzük ugyanezt a térképet úgy, hogy bejelöljük az országokat, akkor még egyértelműbbé válik a helyzet, hiszen így láthatjuk azt, hogy a mai Örményország területéről vándoroltak ide, a Kaukázus területéről. De itt van egy Google térkép, amin láthatjuk Örményországot, Azerbajdzsán, Törökországot, illetve ugye itt az úgynevezett Közel-Kelet, Sém, Hám és Jáfet területe. Innen vándoroltak az askenázi zsidók, ugye ez volt Askenáz területe, az Eufrátesznek az északi része, innen eljutottak egészen Németországba, ezért Németország neve Askenáz, és így terjedt el a rabbinikus judaizmus, a babiloniai hagyományok, aztán Európába, illetve láthatjuk, hogy a gazdaság, a művészetek és az úgynevezett tudomány segítségével az egész világon. Ez pedig már egy krónika, Divri Haimim Alef, vagy egyes fejezet, az ősatyák nemzetségi táblázata Ádámtól Icákig vagy Izsákig, Ádám, Sét, Énos, és a többi, eljutunk egészen ugye Noéig, Noé, Sém, Hám, Jáfet, és Jáfet fiai Gomer, Mágog, stb. Gomer fiai pedig Askenáz, azaz megerősíti krónikákban is ugyanazt, amit láthattunk Bereshit 10-es fejezetben. Pontosan úgy, ahogy az jewishvirtuallibrary.org leírja. Ugye Örményország észak
Eufrátesz, és innen vándoroltak ezek az emberek, akik Gomer leszármazottai voltak. Jeremiás 51-es fejezetben megerősíti ezt, a 27-es vers: tűzzétek ki a zászlót az országban, fújjátok meg a trombitát a nemzetek között, avassátok fel ellene a nemzeteket, gyűjtsétek össze ellene az Araratnak, Menninek és Askenáznak országait, válasszátok ő ellene hadvezért, hozzátok ki a lovakat, mint rettenetes sáska sereget. Az Ararat, Menni, illetve Askenáz az a terület, amit az előbb említettünk. Ararat, ugye Törökország területén van, Menni, Askenáz pedig megnéztük az előbb, de nézzük meg itt is ismét a térképen. Ez ugye Jeremiás 51-es fejezet, Menni, illetve hogyha rázumolunk, akkor Ararat és az Eufrates északi része, Örményország, Azerbajdzsán, illetve Törökország, pontosan ugyanaz, amiről eddig beszéltünk. Igazából nekünk nem is nagyon kell kutatni a név eredetét, hiszen az írás egyértelművé teszi ez alapján, a néhány vers alapján, hogy ki az, akiről szó van. Úgyhogy az, hogy ők mit magyaráznak a genetikával, meg hogy az anyai ágon hogy származnak ezek az emberek, annak nincsen jelentősége. Az írás egyértelmű, hogy Ararat, illetve a mai Törökország területe az, ahol Askenáz elfoglalta a helyét. Az asszír irodalomban megjelenik egy kifejezés, Askúza, ami egy irányi nyelvet beszélő embercsoportra utal. Az asszír irodalomban megjelenik egy kifejezés, Askúza, mely egy irányi nyelvet beszélő embercsoportra utal, aki az a régi perzsa törzsekkel kötött szövetséget, és a görögök ezt a népcsoportot szítiainak hívják. Ők Oroszország déli részén éltek, a Kaukázuson át egészen a közel-keletig, azaz pontosan azon a területen, ahol Askenázról olvashattunk az előbb. Úgyhogy a szíriai irodalom megerősíti azt, amit a kánon mond. A 10. és a 11. században az első askenázi zsidók kereskedők voltak Franciaországban és Németországban, akik gazdasági úttörőknek számítottak. És nagyszerű kereskedelmi kapcsolataik voltak a Mediterránon keresztül egészen a keletig. Az askenázi vallás idézőjelbe téve a Biblián, illetve a Talmudon alapszik, és a 10. században Franciaország területén megjelent rabbinikus tanítások körül forog, akik arra törekednek, hogy megértsék a Talmud, illetve amit mi kánonnak vagy Bibliának hívunk, legapróbb részleteit is, és ezeket megbeszélvén próbálnak egyfajta megegyezésre jutni. Magyarul felállítják a saját szabályrendszerüket az alapján, ahogyan értelmezik a Talmudot, hiszen a Tora az viszonylag egyszerű. A gyakorlatban ez úgy nyilvánul meg, hogy tanulmányozzák a Talmudot, illetve a Bibliát, amit mi ugye Tanák vagy Ószövetségnek hívunk, és ehhez hozzáadják az ő kommentárjukat, aztán később ezek ugyanolyan fontos tanítások lesznek, mint amiket megtalálunk a Tórában. Gyakorlatilag kialakul egy a kommentárok, illetve a kommentárok kommentárjai révén egy új hitrendszer, vagy új vallás. Ez az, amit askenázi judaizmusnak, vagy úgy általánosságában véve judaizmusnak hívunk ma, aminek nincsen köze ahhoz, ahogyan Jahua azt megparancsolta Mosénak, vagy Mózesnek, hogy elmondja és megtanítsa az embereknek. Ezek a kommentárok egyébként a törvénybe ütköznek, a Torába ütköznek, hiszen 5 Mózes Dabarim 4-es fejezetben ezt olvashatjuk. Most pedig hallgass, ó Izrael, a rendelésekre és végzésekre, amelyekre én tanítalak titeket, ez ugye Mózes, hogy azok szerint cselekedjetek, hogy élhessetek és bemehessetek és bírhassátok a földet, melyet Jahua, a ti atyáitoknak hatalmassága ad nektek. Azaz, Jahua adja a földet, ő adja a rendeléseket, nyilván nem Mózes. Semmit se tegyetek az igéhez, amelyet én parancsolok nektek, el se vegyetek abból semmit, hogy megtarthassátok Jahuának, a ti hatalmasságoknak parancsolatait, melyeket én parancsolok nektek. A parancsolat egyébként mitzvá, parancsolat vagy parancs. Szóval az a Talmud, amit tulajdonképpen szájhagyomány útján terjedt a babiloniai fogság idején, illetve azóta az évezredek során, illetve mindaz, amit ezek az emberek hozzáadnak, magyaráznak, ahogy értelmezik, ez mind-mind
megtagadása ennek a parancsolatnak, hogy semmit se tegyetek az igéhez, melyet én parancsolok, se el ne vegyetek abból. Láthatjuk tehát, hogy egy maroknyi ember van a világon ma, aki megérti ezt és úgy él. A judaizmus, az iszlám, a kereszténység mind-mind ellene megy ennek a parancsolatnak. A kereszténység elveszi a nagy részét, a judaizmus hozzáad legalább ugyanannyit, iszlám pedig kreált egy hibridet ebből, illetve a saját misztikus tradícióiból. Ez még mindig jewishvirtuallibrary.org, és ezt olvashatjuk a 12-13. Században az askenázi zsidók pénzkölcsönzőké váltak. Sőt, a világi uralkodók is támogatták őket, hiszen az adóból befolyt jövedelem az nekik igen fontos volt. Az askenázi zsidóság az a héber nyelvre koncentrálódott, illetve fókuszált a Torára, és különös tekintettel a Talmudra. Ha valakit érdekel a tudomány, egy nemzetközi kutatócsoport arra megállapításra jutott 2014-ben, hogy minden askenázi zsidó egyenesági leszármazottja egy körülbelül 350 főből álló csoportnak, amely 600-800 évvel ezelőtt élt, és ezek az emberek a Közel-Keletről, illetve európai leszármazottaktól erednek. Tulajdonképpen minden ma élő askenázi zsidó ezen embereknek az unokatestvére, ugye itt arról beszél, hogy a 30. fokon, de mégis a lényeg az, hogy ettől a csoporttól származik, amit mi már megnéztük. Ha megnézzük, hogy mi az, amit ők írnak a zsidóról, hogy mi is a zsidó, ugye körülbelül 13,75 millió ember él a világon, aki zsidónak mondja magát. Ami még érdekes, azt itt olvashatjuk, amit elmondtam már számtalanszor, a zsidó kifejezés maga a héberben Yehudi, vagy Yahudim, és Yahuda nevéből származik, vagy Júda nevéből származik. A zsidó nem foglalja magába az összes izraelitát. A zsidó egy helytelen megnevezés arra, amit az emberek ki akarnak fejezni vele. Az izraelita lenne a helyes kifejezés, ami ugye a 12 törzsnek a leszármazottait foglalja magába. Ez az, amit a következő részben egyébként meg fogunk vizsgálni, hogy hogyan lehet rájuk ismerni. Azt látjuk, hogy kik nem azok az emberek. Mivel két része szakadt Izrael királysága, ugye Salamon idején, illetve után, észak és déli királyságra, a déli királyság maradt ugye Júda, vagy Yahuda, illetve Benjamin és Lévinek egy része, ez lett aztán, ugye így alakult ki a zsidó. Az emberek tudatlanul még mindig ezt a kifejezést használják, nem értvén azt, hogy azok az emberek, akikről ők beszélnek, az izraeliták most ma a világ minden területén élnek, és ezt meg fogjuk vizsgálni, hogy az írás mit mond erről a következő részben. Itt megerősítik azt, ugye a Halakha szerint, ami egy zsidó vallási törvény, általánosan elfogadott az ortodox körökben, hogy nem szükséges semmiféle megerősítés abban az esetben, amennyiben a személy az egy úgynevezett zsidó anyától született. Legközelebb meg fogjuk vizsgálni azt, hogy az írás alapján hogyan deríthető ki, hogy ki is a valódi izraelita napjainkban, hol élnek ezek az emberek, és további bizonyítékokat fogunk találni arra, hogy kik nem azok a zsidók, és kik azok, akik azt mondják, hogy ők zsidók, de nem, és hazudnak, és ők a sátán zsinagógája. Végezetül remélem mindenki felfogja azt, hogy ennek semmi köze nincs a fajgyűlölethez, vagy antiszemitizmushoz, egyszerűen csak arról van szó, hogy amennyiben az igazságot kutatjuk, fel kell készülnünk arra, hogy kellemetlen dolgokat fogunk találni. Az igazság azonban az igazság marad így is, úgy is, teljesen függetlenül attól, hogy hány ember fogadja el azt, vagy ki az, aki egyetért azzal. A tény tény marad, hogy azok az emberek, az az állam, amit ma Izraelnek hívunk, nem lehet a teremtő népe, és nem lehet az ő kiválasztott népe és az ő országa, hiszen nem úgy működik, ahogyan ő azt leírta, és amennyiben nem úgy működik, akkor nem vitte volna őket vissza, ha azok az emberek nem úgy éltek volna, hiszen ezt leírta számtalanszor, és ez mindenki számára egyértelműen ki fog derülni a következő részekből, úgyhogy nem érdemes ezen felháborodni, az igazság fáj, azonban mindenképpen meggyógyítja a hazugságot. A probléma az, hogy mint minden gyógyszer, vagy minden orvosi kezelés egy ideig fájdalmas, és nehéz elviselni, azonban az ember sokkal jobban érzi magát utána. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!